Hellóztok, hello mindenki! Gyömrői győztesek fognak játszani a túlsós osztag ellen. Vajon ki lesz a győztes srácok? Kristóf a Rakannal csapatja megy vardolni. Jön Isolated God, az előző gépben is ezt csináltam, viszont most megbüntetik! Nincs neki flash-e, jön a hook! Első gyilkosság ott is van a gyömrői győzteseknél. Menjen nekik a kurva nagy pogcsem! Szép volt! A zenét levehettem amúgy, ha zavar. Jó, levegyük a zenét, chat, vagy jó volt? Vágjátok, észre se vettem amúgy. Mindig így streamelek, az észre se veszem, hogy dübörög a zene. Nagyon szép a trade, viszont jön a vissza trade! Ebből szopás van, real abuser! Ki is kellett flash-elni, ugye kijött Kristófnak az ignite-ja, semmi más nem jött ki, szép. Ez a kliens, ugye. Közben megy a teamfight Kristófnak, nagyon szép a dupla, mert meg fog halni a karban, nincs neki flash-e! És bekriteli amúgy. Bekritelt? De mi volt az autodak? Krit volt a Lucian-től? Közben Isolated Godot ismételten megtalálták a jungle-ben, nagyon szépen csinál a Qiyana, early-be szét kell bombázni, a Kartusz meg is ölte. Szép. Red meg lett végre igazából a Kartusznak, most hogy meglepheti amúgy, skacok, itt most itt meglepetés lesz. Kié lesz? Kié lesz? Övé! Nincs Exodus a Kartuszon, fájtol a Qiyana, jön a Lissandra, kapja, aztán nem tud elugrani, jön a Xerath W, nem jutott eszembe Csemnek a neve, nagyon szép volt amúgy, nagyon szép. Ez kell is amúgy, srácok, ez kell is. Toppon megy az adok, kapok. Szerintem early-ben amúgy a Darius mindenféleképpen jobban megnyeri a gémet. És meg is fogja nyerni, nagyon szépen trade-el, viszont visszatrade-el. Azt a micsoda flash, minden is flash-el. Meghal. Mik mennek? Qiyana megint megy arcoskodni, és belopja. Level 5-ös, level 3 a Kartusz! Ez nagyon nem jó, viszont meghal is kap egy Shutdown Goldot, ebből még lehet bármit is csinálni. Kristóf engage-elni akar, beengage-el, mert ki tud ugrani, beugrik a Lucian is. Karmának nincs flash-e, nagyon szép a shield, jön a TP az Urgottól! Nem, a Lissandrától hazudtam. Lissandra ki fog jönni, 3, 2, 1... Ugrik a Lissandra, Lucian fölfele ugrik, esélytelen, hogy elkapják, nagyon szép volt, mert nem mindegy, most vezettek igazából 1000 gold a nagyon maximum, de még annyival se. Viszont killekbe jól állnak, meg igazából minden lénen dominálnak, hogyha menézzek a farmot, mindenhol van egy 10-es. Kivel toppan. Meg button. Meg miden. Meg jungle-be. És indul is egyből, nézzétek meg a kis patkányt! Nézd meg! Egy igazi patkány jungler! Megy is baszogatni a Kartusz, így kell ezt chat! Ott is az ulti, gyönyörű szép a kombó! De visszafele ugrott! Dariusnak elege lett! Ott is van! Nagyon szép közben a Q, viszont az Urgot szétbombáz a jó... Kurva életbe bele, abba. Nagyon szép volt. Nagyon szép volt a Kartusztól is, amúgy nagyon szép volt, hogy túlélte. Jó a Lissandra ulti! Három emberes gank! Xerath feladta az Avika, azt mondta, hogy szevasztok, ittek egyétek ki. Ment haza vásárolni. A botlén ad mindeddig pusol Doni és a Kristóf együtt, kezen fogva, nyomják a lént. Akarják hozni azokat a kurva pléteket. 160 gold, hallod? Szétosztva két ember között, barátilag az 80-80, érted? Az bőven nekik megéri amúgy. Csapatát hátrahagyják, hátba szúrják, csak 160 golder, nézd meg, a zsebükbe figyeld. Puk, 80-80, köszi szépen. Nagyon jó, amúgy a top lane-en most igazából az Urgot ezzel nagyon-nagyon jól visszajött. Viszont a Qiyana megindult Yomu-val, láthatunk egy rajtaütést a felsősvégen, Urgotnak nincs flash-e, viszont a Darius bazd meg, hátul piacol bazd meg, árulja, nem tudom, kokaint a minionoknak, mit csinál a Darius? Palu, szedd már össze magad, Zavikának nagyon szépen hitelnek a skillsetok, ez egy script Zavika? Mi történik? Doni és Kristóf kezenfogás basznak a bokorba! Elnézést. Fake info volt, bocsánat. Hát, Isolated God ismételten meghalt. Ki is megy, megy az ingés, Kristóftól nagyon szép megérzés, hogy ott van a karma bokorba. Látták is, viszont nem elég. Túléli a karma egy szép flash-el, az a minion még gyors leadatokat és meghalt. Nagyon érzi úgy is, hogy nincs nagy előnye. És topot kempeli Daeb.
Nagyon szép a Hulk, nincs ultia, de van ultia! Kijött a flash-e a Fiona-nak, viszont megérte, hogy Shadow Goldért cserébe plusz. Most nézzétek meg, mekkora Kenno Wave-et buk. Plusz még a következő évet is elbukja, mert nincs TP-je. Atya ég. Nagyon jó a Stan is közben. Top, megjött minden közben a felmentő sereg, Rel Abuser. Szépen lefogja a Xeratot, viszont nem elég a damage, srácok, nincs damage! Hídelitek Zavikát, mi a fasz csinálsz? Nagyon szép, aztán kijön, vissza dupla víz. Kristóf, gyereki, egyedül vagy! Megjött közben Ezreal is, nem volt damage. Top-top first shot-ot el tudtak hozni Heraldal. Ez nagyon nagy gól. Ezreal az 4-0, nagyon jól áll a srác a csapatához képest. Ő az egyetlen egy... esélye, mondhatni a túlsúlyos osztagnak. Gyömrői győztesek amúgy most elég összeszedettek, főleg a Quiana-juk miatt. Ezt meg kell dicsérnem a srácok, hogy a Quiana az... Hát, hogy is fogalmazzak? Hogy ne beszéljek csúnyán, szépen fogalmazok. Szétbaszta a túlsúlyos osztag segjukát, érted? Ezt így szeretem volna nektek elmondani. Ez történt. Nagyon szép Darius-tól a visszatörn! 1v2 szituáció! Mit megy kis Paulito? Eszméletlen! És hozott szólóbe egy 550 goldos tornyot. 1v3 szituáció, nem jó a dunk, nem jó a Q, jó a dunk, és meghal az autatakba. 3 killt hozott el egyedül ez a vadállat, baszod. Valaki vegye el tőle az egeret, bazd meg, olyan, mint Gandalf a bottal. Mit megy? Gyönyörű szép az ulti közben Quiana-tól, az késő volt a TP az urgottal, így most elég nagy szopása, mondj, mert ezt a top wave-et nem farmolja senki. Haló? Kartusz? Kartusz? Haló? Nem hallja. Meghalt közben amúgy az urgot sajnálatos módon. Kristófék szétbombázták. Rang 17 challenger a Quiana? Szóval importokat hívtak a srácok. Ezek importok, nem? Akkor sér! Na, jó van. Cup végén logokat fogok kérni az, a csapatoktól. Logokat és bérleteket. Egy plét még ott, az egy plétet üzd le. Nagyon szép. Megérte, figyelj. Ha bele is halsz. Úristen. Háló. Te ki vagy? Egy... Victory Royale-os ember. Daeb, ennyit elmondhatok erről a gépről, hogy a top lane-ről és a Daeb jungle-be szétbombázza az egész túlsúlyos osztagot. Nagyon brutál. Bot lane-nek közben megy az adok, kapok Kristóftól, nagyon szép a dupla V. Dákin, beszéljük, hogy te vagy az akció kommentátor? Hát nem tudom. Én nagyon lehetek mind a kettő. Lehetsz mind az öt? Lehetek akció is. Zavika? Zavika mindent hitel, ezt most az mondom. Összes. Botok közben meghalnak, hát mi történik? Toppod oda-vissza! De nem jó, nézd meg a visszajátszás, mi történik? Figyeld, ezt tapasztaltuk már, nézd! Úristen, micsoda fájt! Mi volt itt? Jézusom! Mi a fasz? Azt a kurva! És ez közel volt! Ez close volt, nagyon szép dodge volt amúgy az Ezreal-től. Hogy hívják a pirosabb? A túlsúlyos osztag, ugye? Elég jó... Hogy fogalmazzak? Késő játékszakasszal rendelkeznek. Late game? Aha. Nem, azt a szót nem ismerjük itt. Ja, ez igaz. Szóval igen. A Karthus ultimátus képesség, meg az Ezreal késői szakasz, az azért durva. Megspékelve egy karmával. Egy mantra segítségével. Egyetértek ezzel, Daki, egyetértek, igazából nagyon jó catch-elős teamük van, és létgébram, ugye a Karthus Ezreal beszkélel, nem lehet nagy probléma, viszont Doni, azt azért tegyük hozzá, hogy most eléggé beszopta nagy faszt. Igen, most azért... Elnézést. Ez... Jól fogalmaztam meg? Igen, szóval amikor van az a helyzet, amikor be kell kapni, és én bekapni. Ez az volt. Viszont... Mint a torkosbort. Overfett, nagyon szó, kurva! 1800 RP szuper kínai szerverről! Ezreal Kite God Kite Machine még meg lehet! Jézusom, Kristóftak az ulti, milyen gyönyörű, szalad! Jön a Karthus ulti, meghal! Nagy sedem gold a zsebébe! 5 millió gold Karthusnak. Úgy hívják, hogy milliómos. Kriske ismételten egy 1v2 szituációban?
Kerülhet, Daki? Hogy látod? Az egy problémás lehet, ha tovább megy, de nem megy tovább, mert tudja. Sejti. Ez? Harmadik érzék. Harmadik érzék. Én is ezt mondom. Mikor nézem másik magyaron a streamer minimapját. Egy ugrálós Lissandrával szembe is? Aki becsúszan a segjukad alá? Nagyon szép az ulti, közben Lucian tölledarálja! Szép a Dodge Isolated Gottól, de nem elég! Megérkezik Kriske, szétbombáz mindenkit! Mi történik, Kriske? Quadra kill, Penta kill! Mit megy? És elhullik a végére! Jó ég! Nézhetünk is gyorsan egy replayt, figyeld! Figyeld! Aha, replay, replay, elemezzük a play-t, figyeld. Bam! Várjál! Most érkezik, figyeld! Lelassítva okay. Fogjuk megmutatni! Figyeld! Oh, egy! Nagyon szép, szép flash. A flash! Kettő! Még közel sincs vége! Három! Itt azt hittem, hogy vége meghal egy triple Q után, de nem! Jó, kijön a ulti! És a végén... És a végén... Elhullik. Hősies halált hal. Hősies, figyelj, hogy fölpattan. Mint József Attila. Figyelj! Anyád! Ki ment belőle az oroszlán? Mutatom, mi történt közben. Leendelte majdnem a csapat. De várjál, itt egy fordítás tört... Nem szóltam. Oké, valamit írtak. Imagine írogatni... Bazd meg, nagyon nagy írogatások mennek. Ezt vissza kell olvasni, mert ezt vissza kell olvasni. Írja Karthus Virgin. Virgin. Az egy jó pont, az egy nullada. Várjál, így könnyebb, így könnyebb. Okay. Vigyázz a szádra, kérlek, írja a srác. De... Nagyon okosak vagytok. Nem lehet, meg kell állítanod a meccset közben, mert elfogja. Ez igaz, megállítjuk, ezt el kell olvasni, el kell olvasni. Nagyon okosak vagytok, hogy a rossz ember a target bannoltok. Aki ingén van másképp. Kire target bannolunk? XD, azt kiadtad. XD! Nem írnak vissza. Venom Dell ingén van. Ki kérdezte? Dildur, Rel Abuser, a jobb horoggal Cutie Shadeless-t. BAM! Imagine aksér és irogatni egész meccsen. Imagine nem ADC-zni, hogy az egész team rád fanalal. Imagine, mondta Baus. Imagine. Most nem fanalal rám senki, és jobb kézzel gépeltem... Geppeltem Krisiéket. Grat. Azért a Krisit geppeled, akkor mindenki. Gyors véleményt szeretnék kérdezni tőle. Szerinted 81 farm 22. percben minek számít? Nem előnyösnek, viszont még nyerhető a mérkőzés. Nyerhető a mérkőzés, mivel nem farmra játsszák a játékot, ugye? Igen. Ez olyan, mint hogy a kocsi sem jogsival megy. Igen. Pontosan. Nagyon szép az engage a Quianától, viszont az ultia már nem annyira. Bevegy Kriske, ismételten bombázta szét őket. Karthus ultiba meghalnak majdnem ketten. Kriske még él, szétbombázza őket ismételten. Próbál rendelni Tryhard-dol. Nézd meg, hogy Tryhard-dol. Úristen, bejön Kristóf a Rakan ultival. És nyert a gyömrői győztesek csapata. Addig hozzuk be, szeret pizzát. Hogy örült neki? Hozzuk be, szeret pizzát. Daki, addig egy 1v1. 1v1. Ja. Akasztófa 1v1, go. Akasztófa 1v1. Akasztófa 1v1. Mehet. A. De hogy találod ki? R. Nincs velem több A? Nincs. Biztos? Biztos. A dupla V. Jó, ez nem jó szó. Újat találok ki. Amúgy aranyra gondoltam, mint hogy aranyrúd. Úristen, micsoda invéd látható közben, Daki! Üdvözöllek titek itt a mérkőzéses, kacok, hellóztok! A szóló, szuper random szóló Q playerek játszanak a túlsúlyosok ellen. Ki fog nyerni, kérem, tegyétek meg téteiteket. 5000 forint a licit, valaki 5000 forintnál többe... Elnézést. Találva én a hook?
Mit csinál a Jace? Nézi a streamet, kitalált a pumpát! Mit csinál a Pocsi! Jézusom! Hát az meg kell. Meg lesz a impasszív, bro. Nem lesz meg. Jézusom. Nagyon ideges. Jézusom. Meg lesz így is? Meg lesz, geci. Toppon, szóval micsoda igazából... tréd! Mögötte jön a srác, nincs fresh a Jace-ek. Az egy gyilkosság. Ez egy gyilkosság, kisbarát. Az gyilkosság. Látjuk, hogy Szottya csöcsöm, hogy ágaskodik minden. Jön is a genk midre? Hát ez ilyen malackó genk. Hát ez... Malackó nyomott egy genket, semmi gond. Jó volt, ja. Az jó volt. Úgy kezdett be az meg, hogy... micsoda flash húkot láthatunk! Vajon egy-egyet trédel a Karthus? Jó a Q, de nem elég! Nagyon szép a dive, viszont nincs flash-e a Jace-nek. Ez egy szép meglátás volt Lajnesszal. Úristen, megint dive-olják top lane, bazd meg, ez maga a té... Mi play-e Jace? Nagyon jó ebetű! Jézusom! The Jace of Spades, Shades-nek a háta mögött. Viszont... Az nem biztos, hogy jó, mert nézd a Blitzcrank pozícióját. Nézd a Blitzcrank pozícióját. Karthus mit csinál? Meghol a kembe! Karthus! Szétboxolja a kis robot! Farmát fogják legenkelni. Vajon sikerülhet ez a genk? Mit mondasz? Jön a Blitzcrank! Predict hook! A hook! Predict hook! Predict. Nagyon szép kocsi! Basszam ki, hogy kiütötted az ablakomat! Jace-nek sokkal egyszerűbb lenne a lane, hogyha nem 0-3-ba kezdett volna. Viszont így lehetséges, hogy ismételten dive lesz. Jézus, hát esélye nincs. Ezt ki kell emelni amúgy, hogy Shadow Labs amúgy most akkurát farmol itt Silas-en, mint Chovy minimum. Ez a 75 farm 8 perc alatt, az kurva jó. Az big, viszont nagyon jó fegyverei vannak az Aphelios-nak. Aphelios-nak jók a perre, ott a hook! A húk kocsitól! De nem elég, nem elég! Négy emberes genk, elflessem mielőtt meghal! Mi volt ez a T-boy? Toppon meghal a Jace! Megint ledájvolják hetedjére a gyereket! Megy a Karthus! Mit csinál a Karthus? Az meg lesz, az meg lesz! Meg lesz! Dodge! Táncolj! Ne! Mit csinálsz? Nincs mada! Ne! Mit csinál? Jézusom! És ki is jön, kitáncolta. Ez maga volt a T-boy. Botok közben nagyon szép a húk kocsitól, nincs fresh az a Félionsznak! Toppon megy az adok, kapok ismételten. Vajon meg tudja ölni a szettet? Szett flash-sel, szettezik, és meghal. Isolated God viszont megérkezik. Na jó, most volt elég. Miből volt elég? De mit csinál a Karthus szerinted? Mit? Mi a terv malackónak? Hook, figyeld, hook! Hook! Bazd meg, kiütötte a poharat a kezemből. Ez igaz, ez igaz. Jó meglátás. Nagyon szép a settől az engage, jó a Q. Belütöttem a nyomba. Ujjajjaj, nem talál a dupla V, ez jó lehet, lekájtolja vajon? A lófasz kájtolja le! Micsoda ulti! Level 11-es, 7-es a Jace. Ajaj. Karthus meghal. Jók a fegyverek a Félioszon, viszont elfogy a muníció. Megérkezik a Talon Minionra, kúzik. Jó a Lulu ulti, szép a Talon ulti. Megjön kocsi, tankolja a tornyot, jó a falhoz baszás, gyönyörű. Topponkozva ismételten próbálják viszont... megölni. Hát igen. Az ott baj is lehet. Az még egy shutdown volt. Nagyon szép. Csak tegyétek meg szavazatotokat, hogy vissza tud jönni innen a túlsúlyos osztag, vagy sem. Egyes visszajön, kettes esélytelen, hármas... Nem lesz ott semmi. A falhoz baszás, ez durva skill amúgy, igen. Az új skill. Most reverkelték nemrég a vént. Ez a neve. Jace-t és a karma érkezik közben hátulról, nagyon szép a mantra Q kocsira! Viszont ott van a... Nem tudják, hogy ott csecs. Egy csecs! Ott egy csecs! Ott nem volt egy csecs! Jó az Exaus, közben Silas-re! Silas még él! Csecs is él! Kurva sokat damage! Nagyon sokat damage! Jó a dupla V! Nem elég! Karma nem hal meg! Igen, láthatjuk topban amúgy, hogy most scaling fázisban most van. Igen. Most ez a 8-as shutdown segített neki. Igen. Mert most... Ez jó! Nagyon szép! Intel a Leonidas!
Gorton is... Megadják adni? Nincs meg még! Ne! Ez mi a faszom volt? Durandai Leon, de ezt megint megy intelni. Limit tesztel a srác. Igen. Nem lesz BAM! Jó fegyvere van a Papéliosznak. Figyeld a fegyvereket! Nagyon jó a Tamantra Shield, mit mentett? Jó a damage az a Félios-tól. Mindjárt. Várjátok még egy kicsit, fegyverszünet. Csapod. Fegyverszünet. Még egy 27-et, ha beledobsz, bátya, akkor jó lesz. Aha, már csak 26. Jó a damage. Na mindegy, ne is törődj vele. Geci kétött egy jobbosból. A Vayne viszont bajban van. Még egy kill a karmán. Az a baj, itt jön Raid Boss Leonidas. Nagyon jó a Blitzcrank 1v2-zik, az már két szuportál. Jó a húk! Hogy kibassza az ablakomat, és kilépett Karthus. Nagyon szép a TP közben a karmától. Nem volt rossz, BTP. BTP. Jó a kábítás. Botlén nem balhé, még jó lehet. Nem szóltam. Mindjárt beszkillel a Karthus, most várja az itemet. Karthus az most 700 golddal rendelkezik, srácok. Nem sokára megvan a Liandry, azt még megvárja. Hopp, vissza is érkezett, meg lesz a Liandry! Ez tudod mi volt? Ez egy inhibitor taktika volt. Odaadják mind a három inhibitort, kiknirelik és nyernek. Farm? Igen. Megint ott az 5 millió chakram, ez még jó lehet. Megjött a damage. Egy shutdown a karmánál. Nagyon szép a hook! Mi az a Mi az a shield? Ha, jó van. Balancenak tűnt amúgy. Ott aztán... Kombó. Még egy húk, look! Jaj! Még egy húk! Jön a Vayne bedurran oldalról, falhoz bassza! Nem sikerül a falhoz baszás! De jó a lánc! Jó a lánc, triple kill a Sylas-nél. Hát ez GG. Felix, ez jó volt amúgy. Az előző game-ben jó volt el amúgy. Vagy akkor volt a Lissandra? Az elején. Nem emlékszem, bár valami volt, hogy jó megmozdulásod. Nem, amikor karmázták, az kurva jó volt az a game. Egy 500-as damage Leodesszal. Vajon megölik Leodesz chat? Nincs dupla V-je. Hát így igen. Ez amúgy a comeback. Ez a comeback! Ez nyerhető! Karthus ulti! Nincs. Nem jó. De még ez jó, nem? Karthus bemegy, meghal, leklíreli a V-met. Mekkora shieldeket odabasz. Szegény Fredixesz. Meg lehet még? Daki, meg lehet még? Comeback-kellek? Hogy a viharban lehetne meg? De akkor miért írogat a csetemben Fredixes? Nagyon jó a damage, jó a shield! Lululti kijött, Karthus smurföl hátul! Kádávidka ki fog kupadni! Szép. Lehogy azt le fog endelni. Fix. Nem fogja kocsi ulti! Kill! Ez még jó. A szal. Több. Oké, már csak két ember áll a lábán. Eszméletlen volt, Daki ez. Srácok, a túlsúlyos osztag egy klepet megérdem, én azt mondom, sok olyan csapat ellen játszott, ami nagyon régóta együtt játszik, és high glow-k ugyanúgy.